Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Hangversenyt tartottak a Garai Gimnázium egykori tanulói. A múzeum épületének homlokzati része a hónap műtárgya. Művésztanárok alkotásai a Művészetek Házában. Két év kihagyás után került megrendezésre a Garai János Gimnázium dísztermében az Egy óra belőlünk névre keresztelt hangverseny, ami az iskola 125 éves jubileumi program sorozatának egyik állomása volt. Az előadók egykor a gimnázium diákjai voltak, akik ma már kivétel nélkül mind zenei pályán mozognak. A jelenlévő közönség sokszínű műsort hallgathatott meg, a klarinét, a fuvola, a gitár és a népzene világába kalauzolták el őket a fellépők. Egykori diákok adtak koncertet a Garai János Gimnázium dísztermében. Az Egy óra belőlünk névre keresztett hangversenyt 2011-ben a most gitáron játszó Környei Attila és diáktársa álmodta meg, hogy azoknak a tanulóknak, akik zenei tanulmányokat is folytattak a gimis évek alatt, legyen egy fórum, ahol bemutathatják a tehetségüket. Attila kisgyerekkora óta játszik hangszeren, a gimnáziumban is rengeteg támogatást kapott tehetsége kibontakoztatására, és ma már gyakorló művészként és oktatóként tevékenykedik a zenei világban. Mindenben segítettek, tehát hogyha volt egy verseny, akkor támogattak, eljátszottam a műsoromat, akár kis koncertek alkalmával, akár az osztály előtt nyilván. Naszladi úr néni segített, annak az énekérettségiben. Helikonon részt vehettem, úgyhogy nagy sok segítséget kaptam igazából. Én itt most dél-amerikai zeneszerzők műveiből fogok játszani. Morel szonatinájából egy második lassú tételt, illetve Piazzolát, a nyarat fogom eljátszani. Szigő Benedek kortárs zeneszerzők műveit adta elő klarinéton. Egykor ő is az iskola tanulója volt, zenei tanulmányait a gimnázium tanárai mind végig segítették. Támogatni nagyon sok mindenben ugye a tanulmányaimban, nagyon, nagyon jó gimi volt, és a zenei vonalat is erősítette. Én Szegeden tanulok a Zeneművészeti Tudományi Egyetemen, és hát ezt a gimnázium vége fele döntöttem el, nem ezen a pályán indultam el először, de végül emellett döntöttem. A hangversenyen fellépő egykori diákok kivétel nélkül azt mondták, hogy a gimnáziumban eltöltött évek alatt a tanáraik részéről maximális támogatást kaptak a zenei tehetségük kibontakoztatására. Siklósi Krisztián, aki szintén ide járt, szeretettel emlékszik vissza ezekre az évekre. A zenei indítatásom nagyapámtól ered. Van egy szép barna zongoránk mai napig a nappaliban, és én az alatt szoktam feküdni és hallgatni a nagyapám játékát, meg az éneklését. Aztán egyszer csak úgy alakult, hogy nagyapám azt mondta, hogy tudod mit, menj el a Gerse Józsi bácsihoz, majd az embert farag belőled. És kötélnek át, és ide kerültem a Garai Gimnáziumba, és én nagyon sok mindent tanultam Józsi bácsitól. Egyrészt a zenének a tiszteletét, egyrészt, illetve másrészt azt tanultam tőle, hogy a zene az egy szolgálat. És ezt Józsi bácsi nagyon jól csinálta, Isten nyugosztalja, nagyon szép emlékeim vannak róla, mind a humoráról, mind arról az elhivatottságáról, amit nap mint nap átsütötte az énekóráit és a kórusba való éneklést is és a tanítását. Ma pedig egy olyan produkcióval készültem, ami szerintem, legalábbis az én gondolkodásom szerint a legnagyobb dolog, ami lehet, hiszen most a feleségemmel fogunk együtt zenélni, és a feleségem nem muzsikus, de hát ilyen az asszony sors, hogyha egy zenészhez megy feleségül, akkor tudomásul kell venni, hogy csak rá bírják a muzsikára, és ennek az a nagy szerepe az én életemben, hogy valahogy így teljesedik ki a dolog, hogy igaz, hogy színpadot járok, vagy tanítok zenét,
de mégiscsak a közvetlen környezetem és azok az emberekkel lehet, illetve muzsikálhatok együtt, akik a legfontosabbak az életemben. Az egy óra belőlünk hangversenysorozat az elmúlt 10 év alatt megért már mélységet és magasságot is. A kezdeti rendszeres fellépéseket pár éves szünet váltotta fel. Naszladi Judit tanárnő közreműködésével aztán újra életre keltették a Hajdan népszerű programot. Amikor ide hívtak a gimnáziumba, akkor megkerestek, és úgy gondoltam, hogy fölkarolom az ötletüket, és 2014 őszétől évente 3 alkalommal kerül ez megrendezésre, egyszer a Zenevilágnapján október 1-én, Adventben, illetve egy tavaszi hangversenyen, aminek az apropóját az adja, hogy páros években a Helikoni versenyműsort, illetve az Énekli Ifjúság Diszhangversenynek a versenyműsorait mutatjuk be. Azok a gyerekek, akik felnőttként zenei pályán helyezkednek el, általában már kiskoruk óta folytatnak ilyen jellegű tanulmányokat, de van kivétel is, hiszen jó páran a gimis évek alatt kapnak kedvet a muzsikáláshoz, az intézmény pedig minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy kibontakoztassa a diákokban rejlő tehetséget. Lehet olyan is, mint hogy a fellépők vagy a közreműködők közül a gyerekét tanítjuk majd, és otthon szerette meg a zenét. Van, akinek a családjában több generáción keresztül követhető. Vannak olyanok, de ez nem igazán kimondottan a középiskolás korosztályra jellemző, hogy középiskolásként kezd el. Nem mindenre alkalmas az az időszak, de például arra, hogy elkezdjenek énekelni, igen. Tehát annak hatására, hogy az iskolai kórusban énekelnek, vagy elkezdenek egyáltalán énekelni, elkezdik a magánénekesi tanulmányaikat is. És vannak sokan, akik terhelhetők, tehát az iskolai elfoglaltság mellett folyamatosan végig zongorázzák, végig hegedülik, fuvolázzák a gimnazista éveiket, és hoznak el szép helyezéseket, mint ez utóbb történt a keszthelyi helikoni ünnepségekről. Először is lehetőséget kell teremteni, hogy be tudjak mutatkozni, és ez az élőzenével való ismerkedés egy kiváló lehetősége, tanórán kívüli lehetőségei vannak, városi rendezvények, az iskolai kiállítás megnyitók, vagy karácsonyi műsor, tehát iskolai ünnepélyek, városi rendezvények, felkért szereplők a zeneiskolában tanuló diákok a városi mészőinapnak, aztán 2 évente a helikoni ünnepségeknek, és a Garai Gimnázium egykori énektanárát Gerse Józsefnek hívták, és az ő családja úgy gondolta, hogy emléket állít, vagy tiszteletbe tartja azokat, akik zenei pályára mennek, vagy kiemelkedőt alkottak. Ez 10 évig volt, és utána ez a díj megszűnt. Viszont nagyon sok tehetséges diákja volt az intézménynek, és ezért én úgy gondoltam, hogy folytassuk ezt, találtam egy szponzort, és tavaly évtől kezdve újból 10 évre vállalta, hogy a zenében tehetséges diákokat emlékpakettel és egy kitüntetéssel jutalmazza. Az egy óra belőlünk hangverseny 2 év kihagyás után került megrendezésre, és nagy népszerűségnek örvendett, a hallgatóság szinte betöltötte a gimnázium dísztermét. A Vosinszky-Mór megyei múzeum minden hónapban kiemel és bemutat egy a tulajdonában lévő műtárgyat. Májusban ez maga volt az épület, legalábbis egy része. A padláson fellelt gejszon a homlokzat lezárásának utolsó esztétikai eleme. Erről beszélt stábunknak Vizi Márta, az intézmény múzeológusa. Ugye megszokhattuk, hogy a hónap műtárgyait a Vosinszky-Mór megyei múzeumban általában valami műtyűr. Tehát, hogy nem tudom sajnos jobban fogalmazni, egy nyílhegy, vagy egy kard, vagy valamilyen részlet. De most, ha jól értelmezem, gyakorlatilag a Vosinszky-Mór megyei múzeum épülete a hónap műtárgya. Hát igazából teljesen igazad van, mert általában olyan tárgyat szoktunk választani, ami így önmagában is egy önálló tárgynak fogható föl. Ez a darab, vagy ez a tárgy, amit most bemutatunk, ez a múzeum része igazából, az épület homlokzatáról származó homlokzat dísz, és a valamelyik tatarozáskor kerülhetett le az épület homlokzatáról, és egy építés-történeti tanulmány készítése közben találtuk meg a múzeumnak a padlásán. Ez az, a homlokzati dísz, ami az épület főpárkányának egy darabja. Ha szembeállunk a múzeummal,
akkor láthatjuk, hogy pilaszterek tagolják a múzeum homlokzatát. Tulajdonképpen a pilaszterek már el is választanak egy ma ilyen barna színű, szép domborműves részt. Elvileg e fölött található egy képszék, amiben a hasonló domborműveknek be kéne illeszkednie. Majd, ma ugye a képszékben egyébként a múzeum felirat található. Egykor is az a felirat volt, hogy Tolna vármegye múzeuma. És majd ezt a viszonylag sima felületet zárja felülről ez a gyöngysor keretes darab, aminek ugye a most bemutatott alsó részén pedig ilyen téglalap alakú, kicsit ilyen fűrészfogas részből álló tagolt rész van. Most ez ugye ilyen eléggé építészeti sorozat volt. Tulajdonképpen úgy is hívják ezt, hogy Geison. Tulajdonképpen, ugye ezt mindenki tudja, hogy ez az épület egy neoreneszánsz palota, és tulajdonképpen maga ez a rész is, amit itt most bemutattunk, ez a korai görög építészetből átvett forma, amit a görögök azért kőből készítettek, kőből faragtak ki. Ez az építészeti tagozat is, meg a múzeum többi hasonló jellegű tagozata is kültéri gipszből került kiöntésre, és ha alaposabban megnézi valaki most a vitrínben látható tárgyat, akkor az egykori festésnek a nyomai is rajta vannak. Most csak érdekességként mondom, hogy valószínűleg ilyen tartalék darabként maradt olyan darab is ebből a párkány részből, ami sima, tehát nincsen rajta festés. A 19-20. Században ezeket az elemeket kisebb részekre osztva agyagból formálták meg és kiégették, vagy kültéri gipszből öntötték ki. A május hónap műtárgya kültéri gipszből készült, amit mész alapú színezett festés védett az időjárás viszontagságaitól. Nem lehet tudni, hogy most ez leesett, miért tették el. Ugyanis annyira részletes dokumentáció a különböző periódusokban elkészült tatarozási munkákról nincsen, legalábbis egyelőre nem találtam adatot, hogy mely részeit kellett esetleg a homlokzatnak kicserélni, és lehet, hogy újra öntötték, vagy szükség volt arra, hogy újra öntsenek egyes ilyen darabokat, és lehetséges, hogy itt akár beázás is lehetett, vagy leázás, és akkor ugye a tető alatt közvetlenül lévő elem megrepedhetett, és akkor úgy döntöttek, hogy kicserélik. Az intézmény épülete egy olyan létesítmény, ami a vidéki Magyarországon elsőként épült, kimondottan múzeumnak. A tavalyi év folyamán próbáltam ismételten áttekinteni, hogy milyen adatokat vagy milyen dokumentumok is vannak a múzeum történetéből. És nagyon nagy meglepetésemre a Magyar Nemzeti Levéltárnak a Tolna megyei levéltárában olyan eredeti tervrajzok kerültek elő, amit igazából se a művészettörténeti, se az építészettörténeti kutatás nem ismert. Ugye a múzeum tervezőjét kell még itt közben megemlítsem, ugye Sikedánc Albert és Herzog Fülöp volt. Azok a gyűjteményes munkák, amik foglalkoztak a két építésznek, különösen Sikedáncnak a tevékenységével, még arról írtak, hogy eltűntek, vagy elvesztek, vagy lappanganak ezek a tervrajzok és ezek az iratok a levéltárak, illetve akár a múzeumunknak a gyűjteményében. Most, illetve a tavalyi év folyamán sikerült ezt megtalálni, egy igen jelentős gyűjteményről van szó, amelynek színezett egyik ilyen homlokzati rajzát éppen a plakáton is lehet látni, amit kitettünk a műtárgy mellé. Tulajdonképpen ez a nagy lelet igazából az apropóját annak, hogy próbáljuk előtérbe helyezni egy kicsit ennek az épületnek a történetét. Tulajdonképpen egy csomó olyan új momentumra derítettem fényt itt a levéltári kutatás során, ami rengeteg új ismeretet ad nekünk a múzeum történetéről. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy találtam egy műszaki leírását az épületnek,
megvan az épület építése során keletkezett építési napló. Ezt szerintem ma is mindenki tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, hiszen itt lépésről lépésre bemutatják, vagy nyomon követik az épületnek az építését. Azonban nem csak az volt a lényeg, hogy a múzeumi tárlatok elhelyezését biztosítsák, úgy tervezték, hogy a vármegyei levéltár is ide kerüljön. A vármegye levéltára, illetve iratai, ugye, amik a megye működését dokumentálják, annak az őrzése is nagyon-nagyon fontos volt, tehát úgy döntöttek, hogy a múzeum és a levéltár kerüljen egy épületbe, és nagyon-nagyon sokáig így is volt, hogy az volt tervevéve, hogy a múzeum ma könyvtár teremként funkcionáló helyisége lesz az, amelyik a levéltár szerepét betölti. Úgy tervezték, hogy a földszintet összekötik a ma időszaki kiállítótérnek használt termünkkel, egy csigalépcsővel. De most ezt a csigalépcsőt aztán elég záros határidőn belül kivették a tervből. Na most ennek azért hozadéka is volt, ugyanis ennek köszönhetjük azt a két szobrot, ami a múzeum déli homlokzatán látható, a tudomány és a művészetek ábrázolása, ugyanis Wosinski szívügyének tekintette azt, hogy ez a két szobor mindenképpen jelenjen meg, pontosan azért, hogy jelképezze, hogy ez az épület minek is a hona. Rengeteg irat került elő a levéltárnak köszönhetően, aminek az elemzése még folyamatban van, de az biztos, hogy ezek által sok új részletre derülhet fény a múzeum történetéről. Jubileumhoz érkezett a Művésztanárok Tolnában sorozat. A 10. kiállításon a két rangidős a 90. születésnapját a napokban ünneplő Molnár Mózsi György és a gyermekrajz kiállítások örökös szervezője Kovács Ferenc alkotásai kerültek ki a falakra. A két barát saját bevallása szerint hasonlóan vélekedik a festészetről. 2017 áprilisában a Tolnárt kezdeményezéseként indult útjára a Művésztanárok Tolnában kiállítás sorozata. Az első az, akik előttünk jártak címet viselte, és olyan alkotók műveit mutatta be, akik már nem voltak akkor az élők sorában. És ezúttal a két rangidős tanára, Bonyhádi Kovács Ferenc és a faddi Molnár Mózsi György alkotásai kerültek a falakra. Róluk, illetve a barátságokról beszélt köszöntő beszédében Méri Éva, a Művészetek Háza egykori igazgatója. Minden esetre azért egy vallomással tartozom mindkettőjüknek, meg itt a teremben ülő embereknek is. Ugyanis én világéletemben a művészetet kedvelője voltam mindenféle művészeti ágnak. De azért be kell vallanom, hogy ez olyan ott csinálta féle ismeret, mert amellett, hogy az ember szereti a művészeteket, hát attól még messzi van, hogy értsen is hozzá. Mindkét alkotó rajztanárként sokat tett annak érdekében, hogy a felnövekvő ifjúság vizuális kultúrája, ahogy ma fogalmazzuk, kiszélesedjen. Ebben különösen Kovács Ferencnek vannak elévülhetetlen érdemei, aki tudja a hányadik megyei gyerekrajz kiállítás megszervezésével. Mivel hát korban közel állunk a Mózsihoz, akkor úgy válogattuk közösen, hogy körülbelül azonos időszakot mutassanak be a képeink, amikor együtt csináltunk. Sőt, úgy alakult a dolog, hogy volt egy Tolna megyei művésztelep, amelyet a Mózsi vezetett. A Mózsi, ez Pakson volt, és a művésztelepen tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, hogy több éven keresztül nagyon jól működött, és a Mózsi meg nagyon jó hatással volt többünkre. Mégpedig abban az értelemben, hogy ő idősebb is, mint én, hát a Mózsi most 90 éves volt, és ezáltal, hogy hatással volt ránk, az olyan jó első érzés, hogy volt egy mester, akihez hát tulajdonképpen
próbálgattuk a munkáinkat hasonlítani. Azonos gondolkodással, sőt, még mondhatnám is humorral és életfelfogással körülbelül azonosan rendelkeztünk, meg rendelkezünk. Molnár György évek óta betegsége miatt nem tud ecsetet fogni a kezébe, de a lelkében és a fejében saját bevallása szerint még számtalan ötlet van. Ezúttal Borsos Miklósra, egykori mesterére is emlékezett. Vannak benne olyan beugratós dolgok, a szakma biztos kifogásol benne dolgokat, nem érdekel. De az öreg Borsossal, akkor én még beszéltem Győrbe. A művésztelep mellett van a Borsos Múzeum, az akkor nincs meg. Az öreg átvitt és megmagyarázta a képeit. Mondom, mire figyeljen, én ezt nem tudom, hogy ez sóljon meg. Az a cím, hogy felzöbbenő sóljon. De nekem egy nagyon jó madár. És az egész év, ezek az évek, ez tetszik, megfosztom. Az idén 90 esztendős Molnár Mózsi Györgyről Baki Péter festőművész azt mondta, megvolt benne a lehetőség, hogy ne tanárként, hanem elismert festőként alkosson. Ő benne olyan mélységű festészeti indulatok vannak, ami ritka. Érdekes, hogy ez a Mózsi művészetének az első időszakában jelenik meg. Később, amikor a hagyományosabb festészet felé fordult, akkor ez számomra már nem jelenik meg, de ez mondom, ez az én magán véleményem. Mint egy művésztanárnak épp olyan nagy szüksége van a bemutatkozásra, egy kiállítás megnyitására, egy kiállítás rendezésére, mint bármelyikünknek, akik nem tanárként prosperálunk, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikusan jó dolog, és örömmel, én magam örömmel veszem, hogy ez egy sorozat kezdete, közepe, nem tudom, de remélem, hogy ez folytatódni fog. Mind a ketten egy hagyományos technikát, hagyományos festészeti szemléletet képviselnek, de mind a kettő az életét tette föl, ha nem is a festészetre feltétlenül, de a tanításra, a gyerekekkel való foglalkozásra. Másként jelenik meg a Mózsinál is másképp jelent meg ez a dolog, és a Ferinél is másként jelent meg ez a dolog. A Ferinek olyan elévülhetetlen érdemei vannak a gyermekrajz pályázatok, kiállítások kapcsán, amit én mindig nagyon-nagyon tiszteltem. Ez egy olyan teremtés az ő részéről, amit bizony nagyon komolyan és nagyon nagyra kell becsülni. Szerintem nem kapja meg azt a megbecsülést ez a fajta tevékenység, ami megilletné, de hát ez egy ilyen világ, ebben élünk. Minden tud erről a szakmáról. Az, hogy mennyi ideje van, meg mennyi ideje volt ezt csinálni, mennyire tudott elmélyülni benne, ez egy más kérdés. Ugyanez a helyzet a Mózsinál is egyébként, úgyhogy ez mind a kettőkre elmondható. A Mózsi talán többet, nem talán, a Mózsi többet tudott ezzel foglalkozni, ő egy kicsit többet adott a művész vénájának, többet adott a művészetnek, a Feri inkább a tanításra szentelte az életét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!